A marcali kórház megmarad, mert szükség van rá, ezt mondta Szócska Miklós államtitkár csütörtöki marcali sajtótájékoztatóján. Amikre választ kell találnunk, ez az egyik, itt elsősorban a gyermekellátást, amit a sürgősségi ellátás keretében kezelni fogunk, és mindenképpen az alapellátás orvosaival egy szorosabb koordináció lesz a következő időszakban, hogy ez megnyugtatóan rendeződjön ez az ellátási kérdés. Minden változtatás során bizonytalanság állhat be, és muszáj volt a kollégákkal átbeszélnünk azt, hogy a marcali kórház megmarad. Tavaly július 1-én a szakmai programja, ami traumatológia, belgyógyászat, szülészet, sebészet, ez akkor rögzítésre került, mert már azzal kapcsolatban is bizonytalanság támad, hogy vajon erre sincs szükség van rá, és közösen egy nagy rendszer részeként ezeket az ellátásokat megnyugtató módon meg kell szervezni. Az intézményben, mely a Kaposi Mór oktatókórházba integrálódott, jelenleg nem működik gyermekosztály. A problémát a májustól induló sürgősségi ellátás keretében oldanák meg. Hogyha nem történik meg a Kaposi Mór megyei kórházzal, oktatókórházzal az integráció, akkor most szomorúan a marcali kórházról, mint volt kórházról beszélhetnénk. Tehát e tekintetben az integráció az megmentette ezt az egészségügyi intézményt. Van 9 aktív ágy, a megerősített járóbetegellátás, a sürgősségi centrum kialakítása, ami egy lényeges, és azt gondolom, hogy az előbb említett 60 ezer ember ellátása szempontjából a leglényegesebb, és ennek a része lesz az a megszűnt tulajdonképpen a szakmai protokollt tekintve nem is klasszikus gyermekosztályként működő ellátási forma, így tér majd vissza a marcali kórház falai közé, tehát a sürgősségi ellátás keretében lesz lehetőség arra, hogy azokat a gyerekeket, akiket fektetni kell kórházi körülmények között, akkor ezt meg tudják tenni. És van ennek a történetnek még egy eleme, mégpedig a mentőállomás korszerűsítése és felújítása, mert az elképzelések szerint az is ide a kórház területére került, tehát egy koncentrált mindenki számára elérhető. A kórház 300 millió forintos adósságáról a kormánypárti politikus azt mondta, annak egy részét, körülbelül 60 millió forintot kifizet az állam.